Rendezvényünket a vándorkard átadásával szeretnénk kezdeni. Arra szeretnénk mindenkit megkérni, hogy felállva, hajadonfő és fővetve tisztelegbe fogadjuk a zászlónkat és a vándorkardot. Tisztelt! Leg! Zászlóvivők felállításére lépés! Így! Nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévő huszárokat, vitézurakat, vendégeinket. Isten hozta önöket Zetelaka nagyközségben, érezzék jól magukat nálunk. Mondanom sem kell, hogy mekkora öröm számunkra zetelakiaknak, és tudom, hogy a zetelaki huszárainknak is, hogy milyen nagy öröm, hogy egy ilyen rangos esemény házigazdái lehetünk. Ezen öröm forrása pedig az, amely értékeket a hagyományőrző huszáraink képviselnek, amely hagyományokat, értékeket átmentenek a múltból, a jelenen át, a jövőbe. Hogy mit jelentenek számunkra zetelakiaknak a huszáraink? Hát kérem szépen először is büszkeséget. Mikor Gergely Attila és Sebesén Elemér megkerestek, hogy hagyományőrző huszárcsapatot alakítanának, és látok-e lehetőséget a támogatásukra, én egyből igent mondtam. Hiszen akik ismernek, azok tudják, hogy elkötelezett híve vagyok a hagyományaink minden fajtájának, így a népviselet, néptánc, népdal hagyományaink értetése mind támogatást élveznek, csak úgy, mint az épített örökségünk egy-egy darabkája, mint a másik nagy büszkeségünk a székelykapu. Igen, mondtam, mert sejtettem, hogy ez a hungarikum, a huszárság fel fogja díszíteni az ünnepeinket. És igazam lett. Ma már elképzelhetetlen egy március 15-e, a magyar szabadsághasz és forradalomnak az ünnepe, vagy a falunapok a huszáraink nélkül. Mert őket nézve tölt el minket a nemzeti öntudat, a hazafias büszkeség, hogy lám, mit adtunk mi magyarok a világnak. Mert büszkék lehetünk, hogy ezt a magyar találmányt, ezt a fegyvernemet az idők folyamán 36 másik ország vette át. Fiataljaink pedig a huszárjainkat nézve tartást tanulhatnak és olyan erényeket, mint a hűség és a halálig tartó hazaszeretet. Én őszintén örülök, hogy ilyen sok helyen vannak huszárcsapatok, mert ez azt jelenti, hogy ugyanennyi helyen, biztosítva van az értékeink átmentése a jövőbe. Befejezésül én a mai nap alkalmából sok erőt, egészséget kívánok az értékmentő munkájukhoz, és erre a hétvégére pedig azt kívánom, hogy úgy élményekben, mint tudásban a vitézurak tovább gyarapodjanak.
Köszönöm. Felkérem Miholcsa József hagyományőrző alezredest, az első erdélyi Huszár Akadémia megszervezőjét, hogy osszon meg velünk egy pár gondolatot. Köszönöm. Polgármester úr, örömét fejezte ki. Én is csak örvendeni tudok, és gratulálni a szervezőknek, és az Etelaki csapatnak, hogy megszervezték ezt az akadémiát. Tudom, nem könnyű dolog, rég elkezdtük Homorodon, de kinőttük azt a helyet, akkor határoztuk el, hogy minden évben más csapat máshol fogja megtartani. Sajnos, vagy hál' Istennek a háromszékiek leszakadtak, és ezért külön öröm számomra, hogy ez a vándorkardos hagyományá váli, és volt, aki átvegye. A másik dolog, amikor elkezdtük, akkor egy nagy közösség volt, egy nagy barátság. Az volt az akkori terv, hogy bárkit megkérdeznek, el tudja mondani az egyenruháját, hogy miről szól, és egy pár szót a saját csapatáról. Ezt már rég kinőttük, rengeteg előadást hallottunk, vannak jókat, amik megmaradtak, de ma már az internet világában rájöttem, hogy nem csak az előadások fontosak, hanem rengeteg barátság is alakult ki, ismerősök, barátok, mindegy nagy családá alakultunk. Igaz, hogy leváltak nem csak a háromszékiek, hanem egyrészt Párcium is, ahol most gyülekeznek és ünnepséget tartanak, hiszen 48. április 11-én alakult meg a akkori magyar kormány, és tették le az esküjüket. Ez alkalomból ünnepséget és koszorúzást szerveznek. Soha a kedves mondásom ennyire pozitív tartalommal nem bírt, az, hogy az idő múlik, a kutya ugat, csak a karaván halad. Most érzem, hogy az a karaván, amiben társultunk, tovább megy, és ezt az utat kívánom nekik dicsőséges, fényesnek lenni. Köszönöm, hogy meghallgattak. És akkor felkérném Vitéz Györfi Villám Andrást, hagyományőrző dandártábornokot, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek az örökös tiszteletbeli elnökét, hogy egy pár szóban köszöntse a jelenlévőket. Tisztelettel köszöntöm a 14. Huszár Akadémia megjelent vendégeit, illetve nem vendégeit, hiszen házigazdák is vagytok, elsősorban hagyományőrző bajtársaimat, polgármester urat, tudós hadtörténész urakat Magyarországról, és mindenkit, aki érdeklődőként itt van. Hetek óta készülődtem arra, hogy milyen szép helyre jövök, és milyen jó baráti közösségbe, bajtársi közösségbe, és valaki megkérdezte tőlem otthon, hogy hát akadémia, Huszár Akadémia, hát 30-40 éve huszárkodtok, mit tudtok még tanulni? Mert az akadémia valahol a tudásnak egy csúcsát jelenti, annak egy összegzését, annak egy eszenciáját. És akkor tényleg elgondolkoztam, hogy vajon hogy van ez. Én igazából csak a saját szakmámból tudom, hogy nincs befejezett tudás. Ha bármikor kétségem lenne, 60 év lovaglás, versenylovaglás, válogatottság után, akkor fölülök fél órára egy új lóra, és rögtön felmerül az, hogy mi az, amit még nem tudok. Egyszer Szemere Csaba volt magyar királyi huszár százados kitűnő mesterem, tőle azt kérdeztem, amikor azt hittem, hogy már jó lovas vagyok, hogy Csaba bácsi, mennyit kell még tanulnom, hogy mindent tudjak? Azt mondta, hogy ha nagyon igyekszel, körülbelül 300 évet. Úgyhogy akkor még van időnk. Hadtörténész urak nevében nyilván nem nyilatkozhatok, de nincs befejezett történelem, nincs befejezett tudás se a hadtörténetbe, se a hagyományőrzésbe, se a huszár tudásba, a lovas tudásba. Úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó munkát, erőt, tisztességet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem nagy tisztelettel dr. Csikány Tamás hadtörténészt,
a Kodolányi János Egyetem tanárát, a Huszár Akadémiák nagy kedvencét, meg rendszeres előadóját, hogy tartsa meg akkor az előadását. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök én is minden kedves résztvevőt. Hagy fejezzem, vagy folytassam ott, ahol András befejezte, hogy a történelemtudomány ez tényleg egy változó tudomány. Amiről beszélek, az a jelen tudásunk alapján állítottam össze. A téma látszik itt most a kivetítőn, a Habsburg-monarchia erdélyi ezredének számbavétele. Egy kicsit úgy a magyar történelem és az európai történelembe ágyazva szeretném bemutatni, hogy Erdély nagyjából 1740-től, vagy még inkább ennek a századnak az elejétől, egészen 1867-ig milyen katonai alakulatokat adott ki. Először is tisztázni kell a fogalmakat, jó metodikus módszerrel, a Habsburg Birodalom. Ugye a Habsburg családnak az ősei ott valahol Svájc területén éltek, és miután egyre jobban ment a sorsuk, a birtokaikat folyamatosan növelték, megszerezték Ausztria jelentős területeit, és olyan komoly eredményeket értek el, ami alapján saját magán hadseregük is lehetett. Az egyik ilyen ismert nagyvereségükről rögtön tudunk, 1351-ben egy svájci településnél Morgartennél marhára elverték őket. Ők összeállítottak egy ilyen nagyon szép lovagi hadsereget csupa páncélos vitézből, és úgy gondolták, majd ezeket a svájci hegyi lakókat jó megverik. Bementek oda a hegyek közé, hát nem kellett volna, mert a hegyi lakók összeálltak, egy szép sorfalat alakítottak, lándzsát vettek, és a svájci, illetve a Habsburg lovagok neki mentek, de hát ugye a lónak több esze volt, és nem ugrott neki a lándzsa hegynek, megálltak, megtorpantak, harcoltak, mentek volna visszafele is, de nem volt szerencsék, mert ott is ugyanannyi svájci fal állt, majd pedig a hegyekről elkezdtek legörgetni mindenféle gerendákat, köveket, úgyhogy ez a gyönyörű, szép Habsburg hadsereg ott pusztult el. Ekkor jöttek rá, hogy nem csak a lovas a jó katona, hanem a gyalogosok is, hogyha megfelelően szervezettek, akkor igen hatékonyak tudnak lenni. Azóta is a svájci gyalogosok, ugye még most is ott vannak a pápai testőrségben, mert hiszen valóban a szervezettségüknél fogva nagyon hasznosak voltak, és ráadásul sokkal olcsóbbak, mint a lovagok, akiknek mindig volt valami kérésük. Ettől függetlenül a Habsburgok aztán szép lassan azért mégiscsak egyre sikeresebbek lettek, és egy idő után bekerülnek a német-római császári székbe is, és ezt évszázadokon keresztül szinte folyamatosan tartják. Nem annyira katonai területen voltak ők nagyon hatékonyak, hanem nősülni tudtak borzasztóan. Tehát jó házasságaik voltak, ennek révén szerezték meg ott Nederland feliratta Burgundia területét, annál nagyobb volt. Így szerezték meg gyakorlatilag Magyarországot is, így szerezték meg egy időre Spanyolországot is, hiszen volt olyan időszak, IV. Károly időszakában, IV. Károly Habsburg uralkodó volt, amikor Habsburgok voltak a spanyol királyok, vele együtt hozzáértjük Portugáliát, illetve akkor már a tengeren túli gyarmatokat is, illetve a német-római császár is ő volt egy szemébe. Ahogy a kortársak mondták, az ő birodalmában soha nem nyugodott le a nap, valóban hatalmas jövedelmeket tudott fordítani, és hát ő olyan típusú ember volt, hogy a hatalmát azért mégiscsak szerette volna a hadserege révén növelni, úgyhogy az Amerikából befolyó aranyakat elsősorban nem gazdaságfejlesztésre, infrastruktúrára, meg ilyen őrültségekre fordította, hanem a hadseregre és hadiflottára. Az ő halála után a birodalma ketté vált, és kialakult egy nagy dunamenti Habsburg birodalom, a német-római császárság itt él tovább, illetve a spanyol trónt is Habsburgok uralták egy darabig, de külön második Fülöp majd utódjai révén. Itt már egy kisebb Habsburg birodalmat látunk. Ez tulajdonképpen már a neve is más lesz, Osztrák császárság. Ez annak köszönhető, hogy egyszer csak föltűnt a történelmi színpadán egy viszonylag alacsony növésű tüzértiszt, akiből tábornok lett, úgy hívták, hogy Bonaparte Napóleon, és úgy gondolta, hogy Európa térképét egy kicsit átrendezi, és át is rendezte. Gyakorlatilag a Habsburg birodalmat az ilyen társországaitól, tehát mit tudom, főleg német területekről van szó, ezektől megfosztott ott a Rajna vidékén és máshol, elvette az itáliai gyarmatait, úgyhogy egy idő után az uralkodó első Ferenc azt látta, hogy hát ez a német-római császárság már csak egy ilyen, hát ilyen valamiféle
látszólagos hatalom, ezért 1804-ben úgy döntött, hogy ő osztrák császár lett, és kinevezte magát osztrák császárnak. Ott Bécsben a Kartner-Ringen az egyik erkéről be is jelentett, hogy mostantól kezdve osztrák császár, ami nagyjából azt a területet foglalja magába, amit most a képen látható, azért ez se kicsi, lássuk be, ugye? Tehát a mai Ausztria, Csehország, Borvaország, Galícia egy része, ott a mai Lengyelország és Ukrajna területe, Magyarország az egész, és itt most Magyarországon egy kicsit nagyobb országot értünk, mint ma, ugyanis ide tartozik még az úgynevezett társországok, tehát a mai Horvátország jelentős része, és természetesen Erdély is. Ezt a területet uralták a Habsburgok, aztán egészen a 19. század háborúig, ekkor aztán fokozatosan ezeket majd elveszítik. Miért veszítik el? Azért, mert ez egy sok nemzetiségű birodalom volt, és a 19. századra már egyértelmű, hogy a népek már nem a vallásba gondolkoznak elsősorban, nem az uralkodókba gondolkoznak, egy országot már nem az uralkodó személye köti össze, még csak nem is a, esetleg a vallási egy öntetőség, mert már arról sem nagyon beszéltünk, hanem a nemzet. Megjelenik a nemzet fogalma. És ettől kezdve elkezdenek kialakulni a nemzetállamok, és ettől kezdve ezeknek a birodalmaknak már a az ideje meg van számlálva, és hát sajnos ezt kell mondjuk, hogy Magyarországé is. Na most ebben az időszakban kik voltak az uralkodók? Nézzük őket gyorsan végig. Első az a rendkívül csinos lány, az Mária Terézia, aki úgy került trónra, hogy hát nő létére, egy törvényt kellett hozni, az úgynevezett pragmatika szankciót 1723-ban, miszerint a trónon nem csak nő követheti a férfi uralkodót, hanem akár annak lánya is. Természetesen nem a német-római császári trónon, mert oda nem lehetett örökösödéssel jutni, hiszen a német-római császárt mindig a hét választó fejedelme választotta meg, és ők nyilvánvalóan akkor a korszellemnek megfelelően nőt nem választottak. Viszont Mária Terézia lehetett a magyar királynő, a cseh királynő és az osztrák tartományoknak a főherceg asszonya. Ő került tehát 1740-ben a trónra, és ebben az időszakban mindenki, aki utálta a Habsburgokat, már pedig Európában általában mindenki utálta a Habsburgokat, megtámadták az ő birodalmát, megtámadták a franciák, a bajorok, a spanyolok, boldog és boldogtalan, és főleg a legnagyobb ellenség, első vagy a nagy Fries porosz király, aki rögtön elfoglalta Sziléziát, úgyhogy szegény Mária Terézia igen nehéz helyzetbe került, és kihez lehet fordulni, ki a leghűségesebb nemzete? A magyar, nyilvánvalóan, úgyhogy a magyarok segítették ki ebből a helyzetből, de erről majd beszélek. Ő 40 évig uralkodott, egy érdekes uralkodásot, de hivatalból sokszor, főleg az ilyen nemzeti elkötelezés, magyar történészek azt mondják, hogy hát azért egy némber volt, és sok rosszat akart a magyaroknak, azért nem feltétlen igaz ez. Tehát ő szeretett volna, ugye mivel hogy nem lett egy császárnő, a férje lett a császár, egy bizonyos Lotaringiai Károly, ő szeretett volna egy olyan korszerű államot létrehozni, ahol a örökös tartományok, tehát a mai Ausztria és Magyarország nagyjából egy nívót, egy szintet képvisel. Az más kérdés, hogy az elején azzal hitegetett minket, nyilván azért, hogy adjunk neki katonát, hogy majd Magyarország lesz a közepe. Mátyás királynak a régi palotáját Budán fel is építették, hogy majd Magyarország lesz a közepe is. Aztán szép lassan, hogy vége lett a háborúknak, ahogy a nehézségeken túl lett, hát azért Bécsben azt mondták neki, hogy azért mégiscsak Bécsnek kéne inkább a közepe, és elindul egy ilyen germanizálás. Tehát inkább a magyarokból próbált németet csinálni. És ezért nem szeretjük. Meg hát itt Székelyföldön miért nem szeretjük? Madéfalva miatt persze, meg a határőrség miatt, ami azért persze ez is sem ennyire egyértelmű. A történelme egyébként semmi nem egyértelmű. Tehát, hogyha egy könyvnek az a címe, hogy valaminek az igaz története, az biztos, hogy nem veszem meg, mert ki a franc tudja, mi az igaz történet, nem? Bármelyik nap, bármihonnan előkerülhet egy forrás, egy tárgy, ami teljesen ellent fog mondani az eddigi tudásunknak. És akkor mi van az igaz történetünkkel? Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Mária Teréziát, a fia második József követi, aki alatta látható ebbe a szép kucsmába, őt Kalapos királynak is neveztük, mert ő olyan szinten negligálta a magyaroknak az ősi jogait, hogy a magyar koronát egyszerűen bezáratta egy kincses ládába, nem is tette a fejére, nem is koronázták meg. Ennek az volt egyébként az értelme, hogy nem kellett esküt tennie a régi magyar alkotmányra. Vagyis azt csinált, amit akart. Hát csípőből azért nagyon nem szeretjük, de ő is tulajdonképpen egyfajta modernizációs kísérletet hajt végre, de a magyar rendek bevonása nélkül, ugye a magyar rendek alatt azokat értjük, akik az országgyűlésen megjelentek, hát a főnemesek, főpapok, illetve a vármegyéknek a követeit.
nem hívta össze őket, rendeletekkel irányított, amiben voltak nagyon haladóak, például a jobbágyság helyzetén próbált segíteni. Ugye a magyar, és itt értjük az egész Kárpát-medencét, éppen tegnap olvastam ezt így, hogy 19 huszada az kvázi nemtelen ember volt. Az azt jelenti, hogy semmi máshoz nem volt joga, mint dolgozni és adózni. Sokszor most is így érezzük, nem? De akkor ez egy ki is volt mondva. Tehát az a kis szűk kis nemzesi elit, vagy kiváltsággal rendelkező elit, az gyakorolta gyakorlatilag az országban a törvényhozást és minden más jogokat. Tehát például ezen próbált valamit segíteni második József, vagy a vallásszabadság kiterjesztésén, stb. Feloszlatta a szerzetes rendeket, mert azt mondta, hogy teljesen fölöslegesek, csak azok maradhattak meg, amelyek tanítók voltak, vagy gyógyítók. 1790-ben ő meghal, és őt második Lipót követi, ez Toszkán nagyhercegségből jön ide, tehát Firenzében nőtt föl. Ő csak 2 évig élt, de ő már rögtön összehívta az országgyűlést, és például a székely határőrség helyzetén is megígérte, hogy fog segíteni. Hát ez nem nagyon jött neki össze, mert elég hamar meghalt. Őt első Ferenc követte, és látjuk, hogy borzasztó sokáig, 1792-től 1835-ig, ő egy igazi bürokrata volt. Tehát ugye a Habsburg uralkodók között azért kevés, aki viszonylag ilyen kiemelkedő káprázatos koponya volt. Hát elég középszerű emberke volt, jó családapa, azt mondják, meg rendszeresen eljárt a templomba, az is rendes, de úgy nem nagyon látta, hogy mi is a lényeg. Volt olyan év, képzeljék el, amikor a birodalmába az összes iskolának az összes bizonyítványát bekérte, hogy megnézze. Szóval azért valószínűleg egy birodalom vezetőjének nem feltétlenül ezzel kéne foglalkozni, de sok olyat tett, ami szembeállította a magyarsággal. 5. Ferdinánd következik a trónon. Hát látjuk a fejéről, hogy őt se tartjuk éppen a legokosabbnak, szóval hogy eléggé sajátos fejformája van. Hát szegényként tényleg nem volt túlságosan erős, úgyhogy nem is ő uralkodott, hanem igazából a kancelláriája, a mellette folyamatosan váltakozó kancellárok. Közülük mindenféleképpen kiemelkedik egy bizonyos Klemens Metternich. Nem tudom, ezt a nevet hallották már-e. Ő volt egy ilyen mindenható. Ő volt az, aki megpróbálta még nem csak a birodalomban, Európa szerte is féken tartani azt a fajta liberális, nacionalista világot, ami akkor persze nem volt negatív jelző, de mégis Európa átalakítását célozta. Ő azt mondta, hogy ilyen Ausztriában nem lesz. 1848-ig nem is lett, akkor aztán pillanatokat te elzavarták. 5. Ferdinándot is ebben az évben lemondatják, és helyette érkezik első Ferenc József, azt hiszem őt már mindenki ismeri. Ő az, aki majd 18 évesen trónra kerülve levereti a magyar szabadságharcot, és utána beleviszi az országot abba az első világháborúba, ami egy tragikus véggel járt számunkra. Ugye ezen belül Erdély, itt nagyjából a piros vonalak jelzik azt az Erdélyt, amit földrajzi értelemben is Erdélynek nevezünk. Ugye itt mindig nagy kavarc van, főleg Magyarországon, gondolom itt Erdélyben azért nem, hogy mi is Erdély. Nagyon ideges tudok lenni, amikor úgy kezdik az időjárás jelentésbe, hogy azt akkor nézzük az erdélyi városoknak az időjárását, és akkor elkezdik mondani, hogy Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad, Temesvár, ugye ezek egyik se erdélyi város, mert az Erdély az nagyjából ott a Királyhágónál, még Zámnál, tehát az erdélyi értettség gerincein ér véget nyugati irányba. De történelmi értelemben mégis van értelme, hiszen amikor a 1541-ben a törökök elfoglalják Budát, és 3 részre szakad Magyarország, akkor a Alföldtől keletre eső részek a kialakuló Erdély fejedelemséghez kerülnek, mint párcium, ugye részek azt jelenti, és ennek megfelelően történelmi értelemben mégiscsak ezt a területet is Erdélyhez soroljuk, de ma róluk erről a területről nem lesz szó, csak nézzük, hogy Erdélyben milyen ezredek alakulnak ki. Nagyjából a 17. tehát 1600-as évekig Európára jellemző az, hogy az uralkodók, amikor elhatároznak egy háborút, már pedig az uralkodók olyan típusúak, hogy elég sűrűn elhatároznak háborút, akkor véghordatják a véres kardot, vagy zászlót, vagy bármit az országba, és összehívják a király hadseregét. Miből áll a király hadserege? Áll a királyi bandériumból, tehát a királynak van eredendően kezdetben a legnagyobb földbirtoka, tehát neki van a legtöbb kísérője, ő tud legtöbb katonát kiállítani. Akkor vannak a főuraknak hasonló bandériumaik, és ezek lesznek az ország hadserege.
Aztán később ez annyiba változik, hogy amikor ezek a főurak már nem hajlandók elmenni katonáskodni a királynak, kezdenek kialakulni a rendi monarchiák, akkor a király megpróbál zsoldosokat fogadni. Így Erdélyben is ugye a darabontok ekkor alakulnak ki, zsoldba fogadják őket. És akkor jönnek be svájciakat, zsoldba fogadják, hogy az előbb említettem. Tehát kialakul egy olyan fajta hadsereg, olyan hadsereg szervezési gyakorlat, hogy háború időszakára felfogadok embereket, aztán amikor vége a háború, addigra nagyjából a kincstár ki is ürül, és akkor menjen mindenki hazafele villámgyorsan, mert nem tudlak benneteket etetni. Tehát egy ilyen alkalomszerű hadsereg alakulnak ki. Ez a kezdeti, úgymond harcászathoz, tehát hogyan harcolunk a harctéren, ez kiválóan tudott alkalmazkodni, és fordítva is. Aztán a 17. század 30 éves háború az az időszak, amikor jönnek olyan emberek, mint például Gusztáv Adó svéd király, aki a gyalogosait már nem egyszerűen csak fölállítja, hanem különböző manővereket végeztet velük, és már vannak puskásai, meg lándzsásai, és összehangolja a mozgásukat. És rájönnek ő is, meg még a Németalföld egy ilyen nagyon fontos hely, hogy ezeket az embereket igazából hatékonyan csak akkor lehet mozgatni, hogyha gyakorolunk velük. Vagyis, hogy kellene az, hogy békében is legyen nekünk katonaságunk, de be kéne gyakorolni. Egyenruhát kéne nekik adni, hogy tudja mindenki, hogy hol a helye. Vezérszavakat kell adni, amire tudják, hogy mit kell csinálni. Tiszteket kell kinevezni az élükre, meg altiszteket, akik tudják őket mozgatni. Vagyis egy másfajta hadsereg szervezési igény lép föl. És a 17. század végén így alakulnak meg az első, úgymond állandó ezredek. És ez nagyon fontos, az állandó jelző. Tehát ez az ezred föláll, és ettől kezdve, mondjuk például Magyarországon 1918-ig azok az ezredek megvannak, itt a képen láthatják, hogy meddig állnak ezek az ezredek. Kapnak kiegészítési körzetet, kapnak megfelelő hadrendet, elszállási lehetőséget. Ezeket kezdetben Magyarországon és Erdélyben is kvártélyos ezredeknek hívták, mert hogy nem volt laktanyájuk, hát a laktanyát még nem találták ki, beszállásoltatták őket. Falusi portákhoz, városi területeken, német területeken például kialakult, hogy beépítették a városokba a padlástereket, és ilyen kis garzonokat alakítottak ki. Ez azért van, hogy a katonákat odaszállásolják fel, hogy nehogy véletlen kárt okozzanak a család nőtagjaiba. Tehát így hátsó lépcső, azt menjenek oda föl. Nem is találkoznak a családdal, csak amikor éppen kaját visznek föl nekik. Mert étkeztetni is kellett a katonák. Tehát kezdenek kialakulni ezek a fajta állandó ezredek, így az osztrák birodalomba is, és látjuk szépen, hogyha megkeressük például a 31. gyalog ezredet, amely 1741-ben alakul, Alsófehér, Fogaras, Hunyad, Kükülő, Szeben, Torda, Aranyos megyékből, Vármegyékből kapta meg a kiegészítését, tehát innen töltötték fel az ezredet állandó állományára. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy békében egy ezred kettő zászlajból állt, az körülbelül 2200 ember, illetve volt egy harmadik zászlaja is, az takarékossági okoknál fogva, azt csak háborúba állították föl, az volt a tartalék. És még minden ezred kapott két gránátos századot is. Ugye gránátos az mit jelent? Nem tudom, találkoztak már biztos a kifejezésével. Általában ide kiválogatják a legnagyobb szekrényeket, legnagyobb embereket, kapnak egy jó marra nagy, majd általában medvebőr kucsmát, hogy még magasabbaknak látszódjanak, hogy még a metrofogantyúba is beverjék a fejüket, és kaptak kézigránátot, ami tulajdonképpen nem volt más, mint ilyen három fontos tüzérségi gránát, meggyújtották és eldobták. Csak egy idő után rájöttek, hogy bármilyen nagy darab szekrények nem tudják olyan messzi eldobni, hogy ők maguk ne sérüljenek. Úgyhogy egy idő után mondták, hogy nem kell kézgránát, hagyjátok a francba, csak álljátok, mert olyan félelmetesek vagytok. Aztán a következő, hogyha megyünk le, inkább mondom, mert biztos nem jól látod, az 51. gyalog ezred, ez 1702-ben alakult ki. Az első magyar állandó gyalog ezred, még hajdú ezrednek hívták, majd fogok róla beszélni röviden, ezt Besztercen Aszót, Kolos, Szilágy, Szolnok, Doboka, Vármegyéből egészítették ki. Aztán találunk még egyet, a 62. gyalog ezredet, ez 1798 van, tehát már a francia háborúk alatt alakul ki, Brassó, Csík, Háromszék, Marostorda és Udvarhely, tehát nagyjából innen is a 62-esekhez kerültek az emberek. És ott a legalsó sorban látszik, hogy 18 határőr gyalogezred van, hát bizony ebben is a székelységi érintettsége komoly, majd erről is röviden beszélek. Erdélyi gyalogezredek tehát, bár itt gyalogosok nem nagyon vannak, amit nagyon sajnálok, mert azért huszárok ödengetetnének néhány gyalogost legalább, tüzérséget azt mindenképpen, mert anélkül nem élet az élet. Tehát ezzel a három erdélyi gyalogezredről beszélek röviden a hátralévő időben.
Ugye az elsőként az 51. gyalogezred alakult meg, itt van az első egyenruhájuk, ez még Hajdú ezrednek nevezik, egy bizonyos bagosi ezredes alapította. Ugye 1702-ben vagyunk, ekkor zajlik a spanyol örökösödési háború. A spanyol örökösödési háború gyakorlatilag a spanyol trónért szért, a francia király és a Habsburg uralkodó között. Ez egy hosszan elhúzódó háború, egyébként ennek köszönhető, hogy a Rákóczi szabadságharc is sokáig tudott tartani, hiszen a Habsburgok le voltak kötve a Rajna vidékén nagyjából. Ekkor alakul meg ez a bagosi ezred. Egyébként erre az időszakra már 4 huszár ezrede van Magyarországnak, és egy gyalog ezrede, ez a Hajdú ezred. Egyébként az első huszár ezrednek az emlékműve, valaki tudja, hogy hol van? Nem kell tudni egyébként, mert elég messzi a budai várban, ott a dísztéren áll egy huszár, így a kardját nézi. Herendi porcelánban is meg lehet ezt kapni. Az az első huszár ezrednek az emlékműve 1688-ban alakult, és megvolt 1918-ig. Tehát az első Hajdú ezred is itt alakul, amelynek a székhelye, a hadkiegészítési területe 1781-ben kerül Kolozsvárra. 1848-ban Károly Ferdinánd főherceg az ezred tulajdonos. Na most az ezred tulajdonos, borzasztó nehéz lesz beleférni az időbe, az ezred tulajdonos az azt jelenti, hogy amikor elhatározza az uralkodó, hogy létre kéne hozni egy ilyen állandó ezredet, akkor általában háború van. Most a háborúban milyen nincs az uralkodónak? Pénze. Vagyis mit kell csinálni? Ki kell keresni egy pasit, ugye a körzetből egy ilyen gazdag főnemest, és azt mondja neki, komám, akkora nagy dicséretben részesítelek, hogy megalakíthatsz egy ezredet. Az jó, az igen sokba fog kerülni. Századosig te nevezheted ki az embereket, és a tiszteket, és toborozzatok. És ha megvan ez az egész, akkor megy egy mustrabizottság, megnézi az embereket, hogy kellőképpen magasak. Mondjuk 162 alatt nem lehetett senki, mert hát ez hogy néz ki. Tehát egy meg erős fogazatúnak kellett lenni, nem lehetett kopasz, mert azt mondják, hogy kopasz az, hát az baj van, mert ha vastag nyaka van, az vagy beteg, vagy kálomista, tehát az sem lehetett. A mustrabizottság megnézte őket, és utána megkapta a megfelelő nevet vagy sorszámot, és attól kezdve már a kincstár tartotta el. De a szervezés az a főnemesre tartozott, vagy valami kiemelkedő katonára, és ettől kezdve ő lett az úgynevezett ezred tulajdonos, tehát róla nevezték el az ezredet. Tehát amikor azt mondják például, hogy Hannover huszár ezred, az azt jelenti, hogy akkor az ezred tulajdonos a hannoveri király volt, Ágost. Ja? És ez megmaradt sokáig. Kezdetben van ennek jelentősége, később már nincs, már csak egy ilyen kitüntető cím. Magyarországra jött az orosz uralkodó, az időnként Magyarországra szokott jönni. Akkor neki adtak egy ezredet, és ők lettek a Miklós huszárok. Ja, az a cár megcsináltatta az ezredes egyenruhát, egyszer-kétszer fölvette, hogyha tetszett a feleségének, akkor többször is, és akkor abba pompázott. De egyébként semmi köze az ezredhez nem volt. No, tehát ez az ezred tulajdonos, ő kapott egy pátenst, és az alapján tudta toborozni az embereket. 1848-ban, tehát Károly Ferdinánd főherceg az ezred tulajdonos. Később, amikor egységes egyenruha lesz, itt még ez nem, akkor sötétkék gallért kaptak és sárga gombot, ennek is van jelentősége. 1741-ben átruházzák ezt az ezredet, most már látjuk, hogy megjelenik a fehér kabát, ugye a kék szín, és hát a kék szűk magyaros nadrág. A birodalomnak a század végére, tehát a 18. század végére már 58 gyalog ezrede van. Mindenkinek pontosan ugyanolyan egyenruhája volna, de nem, hanem az osztrák, a örökös tartományok beliek pantalót hordanak, a magyarországiak, beleszámít az erdélyeket is, pedig szűk magyar nadrágot vitézkötéssel a combon. Erről lehet őket megkülönböztetni, illetve a színekről. Mindegyik ezrednek más a galéria, illetve hajtókája. De hogyha véletlenül ugyanolyan színű, akkor pedig a gomb különbözik, vagy sárga, vagy fehér. Vagyis vagy arany, vagy pedig ezüst. Hát, ugye az elég sok színt kellett ismerni akkori embereknek. Miért volt ez? Mert az emberek nem tudtak írni, olvasni, még a számokat sem ismerték. Hogy ismerte meg a saját alakulatát? Hát megnézte, milyen a gallér, meg milyen a gomb, és az alapján tudta, hogy hova tartozik, ha véletlenül nem ismerte meg a haverjait. 1766-ban kapják a gyalogosok ezt az úgynevezett kaszket nevezetű fejfedőt, ez egy kemény bőrből készített fejfedő volt, nem volt túlságosan praktikus, itt egy tisztel látjuk őt.
őket. Aztán 1798, már ekkor márnek a francia háborúk, egy újabb egyenruha készül az 51-eseknek. Ez egy ilyen bőr sisakot kapnak, ami hát szintén nem volt túlságosan praktikus, úgyhogy elég hamar le is cserélik, és már a 1809-es háborúban, ebben a csákóban, kicsit kürtőszerű csákóban, hátul elő szemernyő, illetve tarkóernyővel felszerelve. A fegyverzetük érdekes módon nem sokat változik. A gyalogosoknak a tárgyalt időszakban gyakorlatilag végig elöltöltős fegyverük van, kezdetben kovászpuska, később majd 1830-as, 40-es évektől kapnak egy ilyen gyutacsos puskát, de alapvetően elöltöltős, húzagolás nélküli. És ezért fontos egyébként, hogy a gyalogosnak legalább 162 cm magasnak kell lenni, mert ezt a fegyvert hogy lehet betölteni? Csak álló helyzetből. Tehát előről beteszi a lőport, a golyót, a folytást, és még ebből a töltővesszővel rá is kell verni, majd pedig egyszerre kell lőni. Tehát az, hogy a katonák mindig lépést tartva mennek, meg sorba állnak, meg vezényszóra tevékenykednek, mi az értelme? Az, hogy egyszerre lőjenek. Mert ezekkel a puskákkal körülbelül 150 méterig lehetett előni, de a találati pontosság az tendált a nulla felé. De viszont egy zászlóalj mondjuk felsorokozik háromsoros vonalba, ami egy alap harcászati helyzet volt, az azt jelenti, hogy 300 méter hosszú vonal jön, és egyszerre két sor lő. Tehát 666 ember legalább. Hát valamit csak eltalálnak, nem? Tehát ezért kell, hogy egyszerre lőjünk emberek. Ezért van ez a nagy egyöntetűség. Ugye a huszároknál természetesen más, de érdekes, hogy a huszároknál más. A nehéz lovasságnál nem más, mert nekik szintén sorba kellett állni. Ugyanis neki az volt a feladatuk, hogy áttörjék az ellenségnek a harcrendjét. Az pedig zárt kötelékbe lehet. De most Tápio Bicskénnyel polemizáltunk a huszárokkal, hogy jó lenne, hogyha ők is vonalba mennének, mert ugye a magyar honvédseregben nem volt nehéz lovasság, így a huszároknak kellett zárt harcrendű rohamot is végrehajtani. De hát mondták a huszárok, az nem lehet, hogy a lovak egyszerre érjenek oda az ellenséget. Hát azért régen lehetett. És az úgy ment, hogy kérem szépen, ugye 10 év volt a kapituláció, tehát 10 évig kellett katonának lenni, és úgy gyakoroltak a huszárok, hogy két őrmester megállt, mit tudom, 500 méter egymással szembe, egy huszár század szélességébe, és addig gyakorolták, még az összes huszárló feje egyszerre nem ért, tehát az a vonalon. Hát kellett a 10 év. Visszatérve a gyalogsághoz, aztán jönnek a hosszú békeévek, 1836-ban átszervezik, átfegyverzik. Ugye a hadseregek számára a háborúnál csak a béke rosszabb. Mert akkor unatkoznak a parancsnokok, és állandóan átszerveznek, átöltöztetik az embereket, minden héten kitalálnak valami marhaságot, amitől megőrülnek az emberek. Az ezred egyébként 1848-49-ben nem volt Magyarországon, nem harcolnak Magyarországon. Nézzük a 31-eseket, ugye a Mária Terézia féle örökösödési háború első évében szervezték. Ugye Mária Terézia 1740-ben kerül ne trónra, de 41-ben hívják össze az országgyűlést Pozsonyba, és ott van az, hogy hát már a poroszok elfoglalták Sziléziát, már a spanyolok benn vannak Észak-Itáliában, a franciák már Prágában vannak, hát az ország a jó részét elfoglalt az ellenség. Mit lehet csinálni? A tábornokai mind kudarcot vallanak. Elmegy a magyar országgyűlésbe a kis aktuális csecsemőjével a karján, mert neki ugye 17-szer volt aktuális kicsi csecsemője, de egy fértől, azt mondják, hogy nem, de egy fértől volt, egy bigottan katolikus nő volt, és hát ott a magyar rendekhez fordult, hogy kérem szépen, hát csak a magyar nemzet tud minket megmenteni. Ugye hát ugye a magyar rendek képviselő ugyanúgy voltak, mint ti itt Huszár Akadémia, hogy pálinkával kezdtek, aztán azzal folytatták, tehát könnyekig meghatottak az uralkodónő beszédén, aki ráadásul állítólag csipegette a gyereket, hogy sírjon, mert úgy még hatásosabb a dolog, úgyhogy felajánlották az életüket és vérüket, vitam et sanguinem. Persze a hátulról többen mondták, de zabot nem adunk, a hiába is kér, ez a legenda. Mindegy, ekkor meghirdetik a magyar nemesi felkelést, ugyanis ez egy régi magyar szokás megmarad. Miért marad meg? Az állandó hadsereget már szervezik, de magyar nemesi felkelés megmarad. Miért marad meg? Mert amíg ez van, addig a magyar nemes nem fizet adót. Márpedig nem szeret adót fizetni. És ezért ez a rendszer megmarad, meghirdetik. Na most a magyar nemesek egy jó része azt mondja, meghirdettük, megígértük, de majd elküldünk egy jobb ágyot, mert annak úgyis jobb kedve van elmenni katonáskodni. És elmennek azok. És ezekből az alkalmilag összeállt ezredekből, ezekből aztán átszervezéssel állandó ezredek lesznek. És így lesz a 31. gyalog ezred is. Haller Sámuel ezred is bízzák meg. Először a Tisza környékén szerveződnek, majd 1769-ben ők is megkapják a sorszámukat, a 31-est.
És 1775-ben kerülnek be Erdélybe, Nagyszeben központtal. Itt lesz a toborzó helyük. Na most ennek az ezrednek 1848-ban Christian Leiningen tábornok a parancsnoka. Ez a Leiningen név, ez ismerős lehet, ugye? Az egyik vértanunk, Leiningen Westenburg Károly, ez az ő testvére, aki a császári oldalon harcol végig, Temesvár helyőrségéhez tartozik, és az ezred is gyakorlatilag a Temesvár helyőrséghez tartozik, kvázi ellenünk harcol. Nem nagyon tehetnek mást. Egyébként az 51-esnek, a 31-esnek és meg a 62-esnek is a legénysége, hát töredékesen magyar. A tisztikarban németek és magyarok vannak, jó részt románok nem igen, de a legénység az lehet román, magyar és szász is. Alapvetően ez az összetétel. De hogy mikor, mit csinálnak, merre mennek, azt nyilván parancsnokok határozzák meg. A legkésőbb a 62-esek alakultak meg, ők 1798-ban, tehát már a francia háborúk alatt. Ők már 1809-ben Marosvásárhelyi központtal dolgoznak. 48-ban egy bizonyos August Turszki tábornok, az ezred tulajdonos, ők viszont a harmadik zászlaj végig a magyar oldalon harcol. Tehát igen, jól állnak. Az ő, nem 51-eseknél nem mondtam a színeket, ők sárga gallér és fehér gombbal rendelkeztek, a 62-esek pedig fűzöld galléra és kézelővel, valamint fehér gombbal. Nézzük a huszárokat, a Háromszéki Akadémián beszéltem a második huszárezred történetéről. Ugye ez volt kimondottan Erdély ezred. Ha nem tudom, jobban megfigyelték az első ábrát, a 31-51 meg a 62-esnek a hat kiegészítés területéhez oda volt írva mindegyikhez a második huszárezred. Tehát ennek a három gyalogezrednek a hat kiegészítési területére települt rá a második huszárezred, gyakorlatilag egész Erdélyt lefette, ide lehetett toborozni. Nehéz ügy volt egyébként Magyarországon az állandó hadsereg, mert Európa jó részében is, az osztrák örökös tartományokban is kidolgoztak egy olyan rendszert, aminek az volt a lényege, hogy konszkripciós rendszer. Tehát a falvakban a 15 vagy 16, melyik országban hogy, összeírták a fiúknak a neveit. És amikor az uralkodó elhatározta a háborút, akkor kivetették a meglévő lajstromok alapján, hogy mit tudom én, Zetel Aka, itt össze van írva 30 ember, de 10-nek kéne csak elmenni, mert annyi van szükség, az akkor 10 embert adjon Zetel Aka. És akkor mit csinált a polgármester? Összehívta 30 embert, vágott ilyen kis nátszálakat, abból 10 rövidebb volt, és mindenkivel húzatott egyet. És aki a rövidebbet húzta, az szépen elballagott katonának. Vagy ha éppen nem volt kedve, de volt neki egy cimborája, akit annyira le tudott itatni, hogy elment helyette, akkor mehetett az is. Tehát a rendszert nem személy érdekelte, hanem a létszám érdekelte. Persze nyilván megfelelő egészségállapot mellett. Tehát általában ez volt Európában a szokás. Magyarországon ezt 1840-ben vezetik meg, viszont a polgármesterek nem rendelkeztek jegyzékkel, úgyhogy sokkal nehezebb volt a probléma. Ennek megfelelően általában erőszakoskodáshoz vezetett. Tehát megnézték a polgármesterek, pontosan tudták, hogy ki a fölösleges a faluba. Ott csak be kellett nézni a kocsmába, és a szamval kiderült. És azokat szépen éjszaka elvitték, vásárokon összegyűjtötték az ilyen gazembereket, és elvitték. Ez általában mindenkinek jót tett. A delikvensnek is, meg a közösségnek is. Aztán van, hogy mellé nyúltak. Sok olyan történet volt. Például, ha valaki egyszer a betyárok történetével foglalkozik, a betyárok között nagyon sok olyan van, akit így kényszerből elvittek, de nem akart katona lenni, de nem mehetett haza, mert akkor megint elviszik, úgyhogy inkább beállt Rózsa Sándorhoz, vagy Savanyú Jóskához, vagy Sobri Jóskához, vagy a többi betyárhoz. Tehát nehéz volt. Huszároknál még kevésbé. Huszárnak még csak elment a magyar ember. Mert ugye más nem azért, mert időnként ígértek neki lovakat. Például a Mátyás huszároknak mondták, eljössz huszárnak, akkor kapsz egy lovat, és haza is vihet a háború után. Azonnal megyek. Hát lovat a büdös életben nem tudok másképp szerezni, hogyha nincsen pénzem. Hát hogyne. De hát, ahogy annak idején mondták, kapcában született, pocsolya kerülő fikának kimegy el. Így nevezték a gyalogosokat. Úgyhogy oda nehéz volt embereket fogni, de hát azért muszáj volt a törvényhatóságnak mégiscsak segítkezni. Az ezred tulajdonosok itt Kálnoki Antal, ugye egy székelyföldi birtokos alakítja meg az ezredet, és 1847-ben Hannover királya a tulajdonosa, ők, akik számunkra most igazából érdekesek. A szabadságharc, és egyébként az egész magyar hadtörténelem egyik kiemelkedő ezredéről beszélünk. Itt két kép látható, az egyik az 1814-ben van a baloldali Franciaországba, ott hajtanak végre egy zseniális rohamot, a másik pedig 1849. július 2-án a komáromi csatatéren, amikor ott abban a vörös hacukában a Görgei Artúr vezeti őket rohamra.
Ugye ennek a képnek van egy érdekessége, ott látjuk Görgei mögött az egyik Hannover huszárt éppen csap a fővezér felé. Állítólag ő volt az, aki Görgeit megsebesítette ebbe a csatába, de ez csak a rossz indulat, mert ugye Görgeit már ekkor többen árulónak akarták beállítani, és azt mondták, hogy hát az árulót a huszár felismerte, és már meg akarta ölni, de nem sikerült neki, de ez az egész egy nagy büdös rágalom. Görgei ennek az egész szabadsághoz neki fantasztikus vezére volt. Így van. És hát elérkeztünk a székely határőr ezrekhez, még van rájuk 2 percem, de róluk már sokat beszéltem. Ugye 1762-ben kezdődik a fölállítás, Mária Terézia rendelte el önkéntesekből a székelyek régi szokásait megtartva, hajtsa végre. És visszakérdezte a parancsnok, és ha nem akarnak önként, nem érti. Önkéntesekből állítsák föl. De ha nem akarnak, akkor is állítsák föl. Ezt úgy nagyon szeretik a katonák egyébként. Oldja meg, saját hatáskörbe. Döntse el, csinálja meg. Itt is gyakorlatilag ez történik. Figyelmen kívül hagyják a székelyek igényeit. Ettől függetlenül 2 székben, 3 székben és Csíkszékben, beleértve Gyergyót és Kászon széket, illetve Bardóc fiú széken, ezeket a területeket vonják be a 2 székely gyalogezred fölállításába. A huszárezred ennél nagyobb területet fed le, ráadásul itt még vármegyei részek vannak, ez azért van, mert kezdetben a románokból is akartak szervezni egy dragonyos ezredet, de ez nem sikerült, úgyhogy az ott megszervezett 2 huszár századot is beolvasztották a székely huszárezredbe. Úgyhogy a székely huszárezrednek volt 2 román százada. Ez a térkép azt mutatja, hogy hol is szervezik, ugye 3 szék, Csíkszék, a zöld pöttyök azok a román ezredek, ugyanis ezekkel együtt 2 román ezredet is szerveztek, az egyik az Beszterce, Nasszód, a másik pedig Orlát vidéke, és ott Alsófehér, meg Torda, meg Hunyad, ott is székely huszárokat toboroztak. Ugye a határőrség egész más szervezet volt, mint az eddig beszélt sorezredek. Ugyanis ezek nem voltak profi katonák elvileg, ilyen félreguláris katonaság. Tehát gazdálkodtak otthon a saját földjükön, időnként kimentek a határa határőrfeladatokat ellátni, háborúba pedig elvittek minden ezredtől 2 zászlóját, tehát 2500 embert a háborúba, hogy harcoljanak. Fantasztikus helytállásokról olvastam én már, remélem még az idén megjelenik. Írtam egy könyvet a 2 határőr gyalogezred történetéről, úgyhogy ha megjelenik és van igényre, akkor szívesen bemutatom. Szerintem az év második felében meg fog jelenni. Csodálatos történetek. Itt láthatók az állomáshelyek. Ugye a 14. érint benneteket, ezredparancsnokok szerdán volt az első zászló, a Gyergyószentmiklóson, a másik Menaságon. Székely huszár ezrednek is itt láthatók. Ugye a huszár ezredeket osztályokba 2 századonként osztották, a határőr gyalogotok pedig zászlójanként. Itt van a ruházatuk, nekik a ruházatuk eltért, kávébarna attilájuk volt és fehér vagy kék nadrágjuk a gyalogosoknak. Itt látjuk, hogy van kaszkettes, csákos, az nagyjából ugyanaz. A színeik nekik pedig rózsaszín jutott. Hát nem tudom, mennyire örültek ennek a bugyi rózsaszínnek, de hát azt kapták, és a csíkiaknak arany volt a színe, a 3 székieknek pedig fehér volt a gomb színe. A székely huszárok pedig, ők voltak a fekete huszárok, ahogy Európában nevezték őket, egészen mély, sötétkék ruhába jártak, fekete csákóval, félelmetes társaság volt. A napoloni háborúk időszaka, hogyha az embernek a kezébe kerül egy osztrák-magyar hadtörténeti munka, teli van székely huszárokkal. Mindent megcsináltak, ami a becsületből kitelt, ha időnként olyat is, ami nem feltétlenül volt a becsületükre, de igen, hatékonyak voltak, és ez a lényeg. Mi az, amit mutat? Itt a korszakháború soron földezekről nagyjából beszéltem, tehát a spanyol örökösödési háború, Rákóczi szabadságat. Ugye a Rákóczi szabadságat az érdekes a székely történelme számára, mert akkor az úgynevezett jogeljátszás. Erre nem tudom, hallottatok-e már? Talán igen. Tehát ugye a székelyek a Rákóczi oldalán harcolják végig a Rákóczi szabadságharcot. És utána azt mondják nekik, hogy eddig kiváltságaitok voltak, fegyvert viseltetek, de akkor most szépen letesszük a fegyvert, és kezdjetek el adózni villámgyorsan. Tehát ez volt a jogeljátszás, mert hogy nem jó helyre állni. A székelyek egyébként tudnak időnként nem jó helyre állni, de hát a történelem az mindig bonyolult. Ja. És aztán jönnek a különböző háborúk, örökösödési háborúk, osztrák, török háború, ez volt, amikor itt tulajdonképpen hazát védtek a erdélyi katonák. A lényeg összefoglalva egy mondatban, hogy az erdélyi ezredek, székely határőrség
hát mindig becsületére vált a magyarnak. Olyan helytállásokat lehet olvasni. Vitézségünk 1000 éve a Magyar Katona című könyvet mindenkinek tudom ajánlani, hogy szépen föl vannak sorolva. És az ember igazából önbecsülést, meg öntudatot, meg az őseikre való büszkeségét akarja egy kicsit növelni, akkor ezeket kell olvasni. Köszönöm a figyelmet!